Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtök esti híradóját látják. 2021. november 11-én, este fél 8-tól. Csütörtöktől érkezik a nyugdíjprémium. A kalocsai postások legkésőbb november végéig viszik házhoz egy összegben. Márton nap volt a Kertvárosiban is, online formában nézhették meg a diákok, társaik műsorát. Gyöngyhalászok a könyvtárban, közös könyvbemutatót tartott Baranyi Ferenc és Jóna Dávid. Novemberben minden eddiginél nagyobb összegű nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán egy videó üzenetben. A postások Kalocsán legkésőbb november végéig viszik házhoz egy összegben a két juttatást. Novák Katalin a sajtótájékoztatójában kiemelte, novemberben a megszokott nyugdíjhoz képest mindenki átlag nyugdíj esetén is körülbelül 100 000 forinttal nagyobb összeget kap, mert a maximum 80 000 forintos nyugdíjprémium mellett megkapja a kiegészítő nyugdíj emelést, a nyugdíjkorrekciót is. A kifizetések november 11-én kezdődtek és november végéig befejeződnek. Mindenről dr. Filvi Géza, Kalocsa város polgármestere is beszámolt a közösségi oldalán. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon örül neki azért, mert jön a karácsony is, meg egyéb is. Elég sok kis nyugdíjas van a mi nyugdíjas egyesületünkben. Biztos, hogy én jó magam is alig várom. Nagyon jó segítség ez a nyugdíjasoknak. A több mint 2,5 millió magyar nyugdíjasnak járó pluszjuttatás kifizetéséhez szükséges 600 milliárd forintot a költségvetés biztosítja. Hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A Kalocsai Nyugdíjas Klubnak majd 200 tagja van, és mint megtudtuk, többen is kis nyugdíjból élnek. Így számukra főleg jól jön a kiegészítés. Gondolom azért vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát, aki nem tud, ugye annak idején le annyit az asztalra, de hát ez olyan butaság. Örüljünk neki, hogy mindenki, vagy véleményem ez, hogy mindenki megkapja, aki kis nyugdíjas, az is a 80 000 forintot. Én bízom benne, hogy a fűtést is elősegíti neki, hogy nem kell annyira, hogy tulajdonképpen vagy melegszök, vagy eszök, tehát biztos, hogy nagy segítség. Mondjuk a nagyobb pénzűeknek ez nem annyira nagy pénz, de kis pénzűeknek igen nagy pénz. Az biztos a 80 000 forint. Nem mindegyik nyugdíjas kapta meg csütörtökön a plusz pénzt. Én nekem az a véleményem, hogy, és hát akivel beszéltem, annak is az a véleménye, hogy alig várják, hogy megjöjjön, mert ugye most 12-én akinek utalják, hogy így mond, a számlájára megy, az kapja, a többiek meg úgy 20-20 valamennyi, akkor, amikor hát a postás hozza nekik. Azok meg még jobban várják, mert egy kicsikét az messzebb van. A rekordprémium kifizetését a magas gazdasági növekedés teszi lehetővé. Mint ahogy több kalocsai intézményben a hagyományos lámpás felvonulás elmaradt, de a mártonnapi ünnepséget megtartották csütörtökön, például a Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában is. Ott külön-külön nézhették meg a gyerekek a németes osztályok produkcióját. Már az elsősök is tudják a német nyelvterületen igen ismert egykori püspök Szent Márton történetét. Az önzetlensége, a hite példaként állhat a ma emberre előtt is. Márton, aki fiatalon római légiós katonaként szolgált, portyázása során találkozott egy didergő koldussal. Az önzetlen katona ketté vágta a köpenyét, és felét a szegény embernek adta. Sokan a koldust egyébként Jézus Krisztusnak vélik. Márton később papként szolgált tovább, majd püspökké választották. Ő nem akarta ezt a tisztséget elfogadni, ezért elbújt egy libaolban. Csak hogy a libák hangos gágogásukkal elárulták Márton rejtekhelyét, és így nem kerülhette el a sorsát. A német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályok készültek most is, mint az elmúlt években. Dalokkal, versekkel, a néphagyományok felidézésével. Az alsó tagozatosok mellett még az ötödikesek és a hatodikosok. Sajnos az idei évben nem tudtuk a megszokott módon megrendezni a Márton napi ünnepségünket,
A járványügyi helyzetre való tekintettel a kedves szülők nem tudtak részt venni ezen az iskolai programon. Az elmúlt években a német nemzetiségi osztályban tanuló diákok színvonalas műsort mutattak be, amit az iskola tanulói és a szüleik tekinthettek meg. Majd ezt követte a lámpás felvonulás, ezután az elmaradhatatlan zsíros kenyér és a tea került elfogyasztásra. De az idei évben sem mondtunk le a teljes programról. Minden tanuló a 10 órai szünetben zsíros kenyeret kapott, és a műsort videóformájában vetítettük le az iskola tanulóinak. Ezt a felvételt a szülők számára is elérhetővé tettük. Sajnos a lámpás felvonulásunk így az idei évben elmaradt. Bízom abban, hogy egy év múlva a következő mártonnapot már a megszokott, mindenki által kedvelt formában tudjuk megrendezni, ahol a szülő és gyermeke együtt ünnepelhetnek. Magyar és német nyelvű elemeket tartalmazott a műsor, hiszen vannak diákok az intézményben, akik az angolt tanulják, mint idegen nyelvet. A műsor felépítését tekintve is rendhagyó az idei év, ugyanis nagy részben dalokból tevődik össze. Minden évfolyam a német nyelvtudásának és az életkori sajátosságának megfelelő mártonnapi dallal készült, és együtt lépnek fel. A negyedik évfolyamosok pedig bemutatják Márton történetét. Az idei könyvhétre jelent meg Baranyi Ferenc Kossuth díjas költőnek és Jóna Dávidnak, az Arthur Irodalmi Kávéház főszerkesztőjének lírai párbeszéde a Gyöngyhalászok Györfi András festőművész grafikáival. A közös kötet kalocsai bemutatóját a Tomori Pál Városi Könyvtár előadó termében tartották meg. Sokan voltak kíváncsiak a közös könyvbemutatóra. Az esten moderátorként Kaiser László, költő, író, egy neves könyvkiadó vezetője beszélgetett a szerzőkkel. Baranyi Ferenc Kossuth díjas költővel még a kezdés előtt tudtunk pár szót váltani. Mint megtudtuk, a neves költő nem először járt városunkban. Minden meghívást szívesen fogadok, vagy örömmel fogadok, ahova azért hívnak meg, mert érdeklődnek a dolgaim iránt. De Kalocsa különösképpen kedves nekem, mert még a 60 egészen ifjú titán koromban voltam itt először, méghozzá nem kisebb emberrel, mint Szabó Pállal. Ugye hát a könyvi írók egyik legjelesebb alakja volt, és itt nyitottunk könyvhetet, szóval mi ünnepélyes alkalomból voltunk itt, mert akkor lett a szemes zsinagógából egy könyvtár lett akkor, és azt avattuk Szabó Pali bácsival, de ez olyan régen volt, még a pliocén korban, maga még nem is élt akkor. Ez volt az első itt létem. Baranyi Ferenc Kossuth és József Attila díjas költő, író, műfordító verseit 1954-től publikálja, melyeket azóta csak nem valamennyi európai nyelvre lefordítottak. A Györfi András festőművész grafikáival illusztrált Gyöngyhalászok című kötet Baranyi Ferenc és Jóna Dávid közös munkája. Ez egy lírai párbeszéd, ez is az alcíme. Tehát Jóna Dávid, aki ugye fiatalabb pályatársam, hát olyannyira, hogy a fiam lehetne, úgy is hívom most már a közös kötetünk volt, hogy a fogadott fiam. Hát ő rá rezzent az egyik versemre, aminek Gyöngyhalász volt a címe, amit 30 évvel ezelőtt írtam valamikor. Ő tavaly vagy két évvel ezelőtt írt egy reakciót erre a verset. Tehát nem válaszverset, hanem belőle ez a vers, az én versem milyen érzelmeket, gondolatokat váltott ki. És akkor elküldte ezt nekem. Mondtam, Dávid, jókor küldöd, mert éppen olyan könyvnek az összeállításán fáradozom, hogy ilyen golyóváltás pályatársakkal. Így született meg a közös könyv, és valószínűleg lesz folytatása is. Sorra írja a rezdüléseket továbbra is, tehát alakul egy második kötet ebből, de ez már az ő dolga, tehát amikre ő rezonál, azokat én megírtam rég, tehát ezzel nekem már semmi dolgom. Várjuk, hogy megint mikor gyűlik össze egy kötetnyi anyag. Tehát ez is, amiről most szó van, ez az ő válogatása, tehát nem én mondtam meg, hogy erről meg arról írjál verset, hanem ami őt megérintette, arról írt. Tehát az én részemről ő válogatott össze egy válogatott kötetet, és hát ez azért úgy 50%-ban
meg is egyezik azzal, amit ha én válogatok, az én ízlésem szerint én hoztam volna össze. Tehát elég jó érzékkel állított össze ezt a közös munkánkat. A kötet bemutatója jó hangulatban telt, a moderátor és az érdeklődő közönség kérdéseire egyaránt lelkesen feleltek a szerzők. Az est végén kis dedikálás és kötetlen beszélgetés folytatódott a könyvtár folyosóján, akinek nem jutott és szeretne a könyvből, beszerezhető a nagyobb könyves webáruházaknál. Jó hír a kertulajdonosok számára Kalocsán is, hogy sokkal hasznosabb, ha a lehullott falevél a földön marad, hiszen fontos tápanyaga lesz a talaj számára. Kalocsán is sok háznál lehet látni, hogy gyűjtik a lehullott faleveleket. Zsákszámra állnak a kukák mellett az összegyűjtött levelek. Ahelyett, hogy elégetnénk, vagy akár komposztálnánk az avart, sokszor érdemesebb egyszerűen otthagyni, mert így táplálékot jelent a fáknak és a földnek, viszont a kisebb állatoknak pedig otthont és menedéket jelent. Összeszedtük, mit csinálhat, ha segítené a kertjében megforduló állatokat a közelgő tél beköszöntével. Sokszor az a legjobb, ha nem csinál különösebben semmit. Az ősszel lehulló falevelek elszáradt gajak láttán sokan egyből lombseprűt és metszőolót ragadnak. Erre nincs okvetlenül szükség. A legjobb igazából az, ha otthagyjuk a fa alatt a lehullott leveleit, és akkor az táplálja a fát és menedéket nyújthat az állatoknak. Sokakat itt Kalocsán is azonban zavar, meg tényleg van olyan kert, ahol egyszerűen útban vannak a lehulló levelek. A kertben összehúzott és otthagyott avar ugyanis rejtekhelyként, téli menedékként és táplálékot is nyújthat sok állatnak. Így például a sünöknek, békáknak, gyíkoknak és különböző rovaroknak is, amellett, hogy tápanyagot juttat vissza a talajba. Nyilván lassabban bomlik el úgy az avar, ha otthagyjuk a kertben, de akkor még mindig komposztálhatjuk. Tapasztalatok szerint itt Kalocsán is sokan dilemmáznak azon, hogy most akkor zöldebbe megszabadulni a zavartól és elégetni, hiszen az elszállítás a zöld hulladékot gyűjtő zacskók gyártásának is van ökológiai lábnyoma. A legfontosabb, hogy ne égessük el a zavart, ez a legrosszabb, amit csak tehetünk. Az égetéssel nagyon sok káros, szennyező anyag juthat a levegőbe, ami nem csak kint rontja a levegő minőségét, de például nyitott vagy rosszul záródó ablakoknál ezek a lakásokba is bejutnak. A lusta kertész előnyben nem csak az összegyűjtött tavar nyújt menedéket a különböző állatoknak, hanem akár néhány négyzetméter magasabbra hagyott fű, vagy éppen olyan virágágyás, ahol nem vágjuk vissza telelőknek szánt búvóhelyüket. A meghagyott elszáradt növények ugyanúgy hasznos búvóhelyeket kínálnak a rovaroknak, mint a nyiratlanul hagyott fű. Nem úgy sikerült ez a mérkőzése sem a KKC-nak, ahogy várták, valami hiányzott, így kiesett a Magyar Kupából a Kalocsai Kézilabdaklub férfi gárdája. Nagyon sok technikai és fegyelmezetlenségből adódó hibát ejtettek a KKC férfi gárdájának játékosai. Még időre van szüksége a csapatnak, hogy összeérjenek. Nyilván azért úgy készültünk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de ugye a pécsi VSE-nek az eredményeiből kiindulva azért úgy gondoltuk, hogy talán egy gyöngébb játékerőt képviselő csapat lesz, mint a Szászalombatta. De azt gondolom, hogy a mai teljesítményünk után, főleg amit az első fél időben mutattunk, bárki lehetett volna ma az ellenfél, biztos, hogy vereséget szenvedünk. Tehát ennyi technikai hibát, ennyi fegyelmezetlenséget, amit mi elkövettünk az első 30 percben, ettől a Pécstől sokkal rosszabb csapat is kihasznált volna. Én azt gondolom, hogy az első fél idő körülbelül több mint a felét emberhátrányba töltöttük fegyelmezetlenségek miatt, illetve a dumák miatt. Egyszerűen keressük mi is az okokat, hogy mi lehet a gond, mi lehet a probléma. Ettől biztos, hogy sokkal jobb képességű játékosaink alkotják a csapatot, mint amit az elmúlt három mérkőzésen mutattunk. Nyilván idő kell még, hogy az újak és a úgymond régi játékosok egy picit összeérjenek. Minden meccset föl kell arra használni. Fejben dőlt el az egész mérkőzés az elejétől kezdve. Én azt gondolom, hogy mindenki a elkövetett hibái után a külső körülményekbe kereste a hibát. Foglalkoztunk a játékvezetővel, labdával, az ellenféllel, csak saját magunkkal nem. Én azt mondtam a fiúknak, hogy ami a legszembetűnőbb, hogy nem volt rend a pályán, nem volt fegyelem, és ez csak azt eredményezhette, hogy egy nagy arányú vereséget szenvedjünk, és hogy megérdemelten nyert a Pécs. Mi is ugye keressük a megfelelő összeállítást, próbáljuk forgatni a csapatot, hogy megtalálni tényleg az optimális felállást. Egyelőre nem sikerül. Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb megtaláljuk, és ha egyetlen egy pozitívuma van a mai mérkőzés, hogy ettől rosszabbul szerintem nem tudunk játszani,
tehát de nem akarom magunkat felmenteni a gyatra teljesítmény alatt. Magunkba kell nézni, és tényleg el kell gondolkozni, ahogyan tovább. Következő héten a Mecseknádasd otthonába utazik a gárda, ahol egy nagy rangadó vár rájuk. Ugye egy élcsapathoz látogatunk, ugye ez lehet, hogy már unalmas, de nagyon sokszor elmondjuk, hogy ez egy nagyon kiegyenlített bajnokság, hogy egy példát mondjak, ugye mi 7 góllal nyertünk idegenbe Hőgyészen, utána 6 góllal kikaptunk simán Dunaújvárosba, és ez a Dunaújváros 11 góllal kapott ki Hőgyészen. Tehát mindig a napi forma dönt ezek között, a jó csapatok között, és az, hogy kihibázik kevesebbet. A Mecseknádasd szintén egy élcsapat, egy nagyon komoly játékerőt képvisel. Én azt gondolom, hogy nem sokkal rosszabb csapat ette a Pécstől. Minden erőnkre és minden tudásunkra szükség lesz, hogy jó eredményt érjünk ott el. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!